Sziasztok, én Zsolti vagyok, és igen, láthatjátok a Skype-t, alfa v0.759, és akkor most a mai videóban, amit most a sorozatban beszeretném mutatni nektek, hogyan kell hamar megszökni egy börtönből. Itt kapunk egy ilyen kis karakterválasztót, én a Billy Goat-tal leszek, és nevem Zsolti. Ugye, minden videóban ezt a nevet használom, és ezt a Center Perks nevű börtönt fogjuk kivinni. Nagyon könnyű börtön. Igen, látjátok, itt írja, első nap, 7 óra van a játékban. F1, az az irányítás megnézése, tehát itt nézhetitek meg az irányítást, ott VHSD-vel mozgunk. Space-el vártjuk át a kurzort, a bal klik az a mindenes skillünk, most menni kell sorakozni, a sárga nyíl ahova mutat, mindig oda kell menni, itt van morning roll call, és most hát próbálok minél hamarabb megszökni a börtönből. Egyébként én már játszottam a játékkal, és ezt a börtönt már kivittem egyszer. Úgyhogy remélem most sikerülni fog. Hát 10 napig vittem el a játékot, és akkor sikerült, de csomószor vissza kellett tölteni a mentéseket. Mert a mentéseimet. Mert rengetegszer elkaptak az őrök, vagy valami rossz dolog történt. Aki fölött ilyen aranycuc van, az ad nekünk valamit, most épp reggelizni kell menni. Na igen, reggelinél most szerzek egy-két plastic knife-ot, mivel mondom, hamar végig szeretném vinni, erre bal klikkelünk. Itt van a plastic kések, viszek egy olyan hármom, hát egy 5 darabot. És akkor bal klikk erre, bal klikk ide, leülünk. Ott az egy crafting note, ahhoz sárga kulcs kell, ahhoz zöld kulcs kell, vagy az a munka kell nekünk. Én most munka, hát én konkrétan meg fogom mutatni, hogy hogyan kell munka nélkül végigvinni, úgyhogy nincsen munkánk. Tehát most nincs, nem lesz munka, és így fogjuk végigvinni a játékot. Mert én úgy vittem végig ezelőtt is. Jó, és most izé free period van, és most mehetünk bármit csinálni, bármilyen szabad foglalkozást. Hát akkor én most elsőnek elkeríteném, jobb klik az ilyen párnákra, és akkor már felszedi. Inventory is full, hát akkor hagyok neked itt egy kis plastic case-t. Így el is kerítettem az én kis körzetem, plastic knife-ot felvesszük. Majdnem letesszük, letesszük egy párt ide, így, és akkor loot. Na, nincs semmi. Igazából most a melót, azt jahat az én cellám, azt minek kutatom át. Bocsánat, őrbácsi, de kellenek a cuccok, ugye ki akarok szökni a börtönből. Köszönöm a megértését. Az egy borotva és egy fésű, ez már kell lesz fegyvernek. Mert a jó fegyót lehet craftolni, mert egy crafting játék, nála is van egy jó pár cucc, na, egész jók. Na tőle vettem az egyik ágy nevét, nálad mi van? Lighter, öngyújtó, nekem zokni kéne, mert abból is lehet egy jó kis fegyót craftolni. Nálad nincs sok jó. Hát most a mai videóban ez lesz. Ragasztó és tinta. Igen, itt a felső sort érdemes átnézegetni, mert ott vannak az ilyen normálisabb cuccok, amik szükségesek. Ha jól tudom, ragasztó, bulipapír, meg valami még kell a papírmasé elkészítéséhez. Ha jól tudom, ragasztó, WC-papír és fogkrém tubus. Vagy valami, nem tudom mi. Craftból megnézem már, le tudom ezt craftolni? Igen, le tudtam a comb blade-et. Fési penge, be is tesszük fegyónak szépen. Ilyen kis nyugis játék, tehát nyugis hangulata van. Lunc, hő, az ebéd. Work.
Laundry work. Hogy a mosodába kell mennem. Oké. Tehát most... Én nem szeretem ezt a mosodás munkát, mert nem jó. Szarugó fizetnek. Tudjátok. Tehát, amint tudtok, szerezzetek egy másik állást a játékban, mert ezzel 30 dollárokat fogtok keresni, ami igazából valóságban sok, tehát abból be tudtok vásárolni. Tehát egy fél Watch Dogs-ot meg tudtok venni belőle. Vagy egy DLC-t hozzá. Tám. Vagy egy full package-et, akár. Még, de tényleg nem olyan nagy szám a játék, könnyű, az a jó benne, tehát hogy nem kell hozzá nagy ész. Hát 9 évesen én végig tudom vinni, akkor szerintem egy 20-valahány éves ember az miért tudná? Egy tínédzser. Azoknak is már jobban vág az a szem, mint nekem. És ha ők nem tudják végigvinni, akkor szégyeljék magukat. Én egy kettőt még viszek, és akkor így a mosoda dolog az le fog járni nekem. Szép lassan fogjuk a munkákat elvégezni. Jó, mehetek is ki innen, mert ez a jobb Q-óta felment, vagy mi a franc. És akkor most menjünk egy picit gyúrni. És látjátok, már kerestem is egy pár dollárt. Itt ez 40 dollárt ad egy ilyen munkanap. Akkor most vásároljunk be, szerintem. Menjünk egy-két dolgot. Valaki, aki árul valamit, please. Vagy lootoljuk tovább a cellákat. Hát akkor lootoljuk. Állj meg! Stuart! Drága haverom, csavar húz, 75, nem éri meg. Hülye vagy. Nem adsz. Ja, most a gyúrás szezonnál is dolog, cucc van. Egy videóba egy nap lesz, tehát az első napot fogom felvenni a mai részbe. Gyúrni kell, most szétgyűrjük magunkat. A QL gombokkal viszitek fel ezt. A futópad a gyorsaságunkat növeli, a gyúráshoz pedig ugye az ütéseinket és a HP-nkat. Látjátok, nekem már 16 HP-n van. Vagy talán eddig is ez volt, nem tudom. Dust, izomállat leszek a börtönbe. Igazából nem muszáj kigyúrni magunkat. Tehát aki nagyon jó cuccokra pályáz, az megtartja még az állását is. De én nem pályázok jó cuccokra, én minél hardabban próbálom a játékot végigvinni. Igen, itt frissítő az új. Ez a fáradtságunk 50, őrök gyanúja 0%, HP 18 dollár, 50, kész. Ragasztó, az akkor majd free dolgoknál majd fogcsáj. Shovel block, látjátok 17 óra van már, úgyhogy már nem sokáig fog tartani a videó. Igazából hát ennyi, tehát most ma felveszek egyet. Egy részt, aztán majd jövő héten lesz a második rész. Igen, most menni kell Vacsi. De nem, az még összeállítom az uzsonna. Mert igen, új többször kell most már kajálni. Jó is, kaja egyébként, a kaja is tölti fel a... amit leviszi a fáradtságunkat, tehát... Ha eszünk, akkor már nem vagyunk fáradtak, vagy zuhanyzóba vagyunk. Jönök! Egyébként két gombot nyomunk valamelyre, amilyen asztalszerűség, arra fel tudunk állni, és nyomunk egy gombot, tehát így be lehet bevágolni. És az őrök elől ide be tudsz menekülni a konyhába, valaki bejön az ajtón, akkor megfogod, az kimész. Tehát így lehet szórakozni az őrökkel. Kibe mész. Free time van, úgyhogy most keressük, próbáljuk meg lekraftolni ezt a papírmasét. Jó, tudom, kell egy ilyen, meg egy ilyen hozzá a papírmaséhez. Nothing happens. Akkor nem ez kell hozzá. Szappan. Nem tudom, de valahogy lehet craftolni ezt a papírmasét, nothing happens. Akkor nem szappan kell. De jól tudom, valamit kell ehhez a nothing happens-hoz. Nem tudom, akkor addig berakom ide a cuccaimat, akkor menjük tovább lootolni a cellákat. Így.
Ennél nincs semmi, igen. Bocsánat. Én vagyok Zsolti, igen. Igen, ki is írta a nevemet. Valami, tehát most 8%-os az őr, ugyanúgy, egy kis kanál, az kell lesz majd az ásásba. Mármint az minket abba fog segíteni. Supportálni. Ezeket is ide tegyük be. Még nincs olyan szellőző. Nekem mindjárt 21 óra lesz a játék szerint. Addig megyek intellektet növelni, majd craftingba. Ezt igazából ebbe a börtönbe a számítógépen lehet. Az olyanok mögé egyébként balkliket nyomunk rájuk, akkor el tudunk bújni. Igen, már 13 fáradtságunk. Néha bágos, és akkor nem megy fel fáradtság, vagy később megy fel. Tip, tip, tip. Már 20 óra, és már mindjárt sorakozó. És jó, tudom, ide kell jönnöm. Nem. És hirtelen még van egy percem. Akkor én most addig így gyors. Hát addig én akkor most alszok egy picikeit. Egyébként párnát is lehet berakni fegyvernek, szerintem nagyon kevés a damage. Még nem próbáltam. Tévét balklikkel itt bekapcsolhatjuk, budit lehúzhatjuk, balklik és flush. Le is húztuk. Telefonok vagy ilyen telefonfülkék. Nem tudom, mit lehet vagyok kezdeni, semmit szerintem. Itt akkor magánzárkák. Nem nincs sok, mert nem nagyon kell embereket magánzárkából zárni. Igazából, ha piros az egerünk és rákattintunk valakire, akkor már bizony megütjük. És akkor írja a zöld damage az a miénk, a piros az meg az enemié. Hunter, aki felett ilyen van, ilyen felkiáltójel, az akar tennünk valamit, amivel majd a reput növelhetjük. Aki felett ilyen aranyzsák van, az meg ugye ad nekünk valamit, valamennyi pénzért. Ugye ez most rópot adna meg alvó pirulákat, amiket én nem akarok megvenni, mert nagyon-nagyon illegálisak. Notes hell. Olala! Crafting note-okat balklikkel el tudjuk olvasni, igen, most egy ilyet kaptunk. Köszönöm szépen! Most hát egyébként mindjárt vége a videónak, mert úgy pár perc. Három, kettő, egy. Kész, menni kell aludni. Lights out, igen, írja is. No, hát, igen, itt írja. Szévenünk, igen. No, hát, ez lett volna a mai videó. Ha tetszett, lájkoljátok, nézzétek a többi videót, majd meg jövök ilyenekkel, sőt, ezt még végigjátszom. És addig is sziasztok!